Eladó nélküli üzletek, gyárak és termőföldek, ahová ember nem teszi a lábát. Egészségügyi diagnosztika és műtétek, amikhez nem kell se orvos, se nővér. Kávézó, ahol robotok szolgálnak fel és takarítanak, önvezető autók és egy kettészakadt civilizáció. Az egyik oldalon a természetes életről álmodók bizonytalan jövője, míg a másikon a technológia istenék bálványozók, kik hajlandóak feladni a magánélet, magántulajdon, individualitás és testi autonómia oly becses kincsét a negyedik ipari forradalom oltárán a civilizáció fejlődésének nevében. Vajon mekkora eséllyel élhetünk szabad, természethez közeli életet egy világban, ahol génmanipuláció, biometrikus azonosítás, biointegrációs szenzorok, mikrocsipek, mesterséges intelligencia, bioetikai új eugenika, tömeges emberkísérletek, biotechnológiai konvergencia, internethez kapcsolódó agybeültetések és nanorobotok, agygép interfész és éghajlatmanipuláció jelentik valóságot. Az automatizálás munkahelyek millióit iktatja ki a következő pár év leforgása alatt, és vele együtt végleg eltöröl milliók számára oly becses szakmákat. Az állítólagos fejlődésért vajon mennyit kell majd áldoznunk szabadságunkból, amiért elődeink életükkel fizettek az elkerülhetetlennek tűnő és sokak által istenített globális kormányzás alatt, ahol a vélt biztonság nevében minden mozzanatunk és gondolatunk követhető lesz az okosvárosok merev, digitális rendszereiben. Ez a technokrácia, amiben az új ember a poszthumán készül kibújni anyai keblein melengetett húsvér bábjából megtestesítve a létezés egy új, szintetikus formáját. Légy üdvözölve a transhumanizmus korában! Köszöntök mindenkit a Szkeptikus Kerekasztalnál. Tudomány és technológia jelenkorunk gyakran emlegetett kifejezései. Formálják életünk, definiálják gondolataink, vágyaink és szociális kapcsolataink. 2020 mindannyiunk számára egyértelművé tette, hogy beléptünk a Világgazdasági Fórum Klaus Schwabja által kihirdetett negyedik ipari forradalom korába. De mit jelent ez életünkre nézve? Mire számíthatunk a tudomány részéről, és mennyire tudományos kérdéskör az ember jövője? Valóban megkönnyíti az emberi létezést egy technológia dominált a világ, vagy bekövetkezhet az, amire 20. századi neves gondolkodók próbáltak bennünket figyelmeztetni? Totalitárius kormányzás, vagy az individuum virágzása várható? Sikerülhet-e megmaradnunk homo sapiensnek, vagy elkerülhetetlen a civilizáció metamorfózisa egy szintetikus létezés felé, egyesítve biológiát a technológiával. És egyáltalán természetes evolúciós folyamat ez, vagy hatalmi érdek áll a hátterében? És ha az utóbbi, milyen érdekek erőltetik ezt a soha nem látott mértékű evolúciós lépést, és kinek a hasznára válik majd? Na, ezek azok a kérdések, amikre ebben a videóban találhatsz választ saját magadnak, és azoknak mondom, akik nem rendszeres nézői a Szkeptikus Kerekasztalnak, hogy állításaim dokumentumokkal fogom alátámasztani most is, mint mindig, amiket természetesen a videó alatti leírásban mindenki megtalálhat. Persze korábbi kérdéseimet álnaivan tettem fel, hiszen a válaszok szerintem egyértelműek a hamarosan felsorakoztatott információk birtokában. Ebben a videóban folytatjuk a transhumanizmus mozgalom kialakulásának és jelenkori tevékenységének boncolgatását, különös tekintettel a jelenlegi trendekre és legfontosabb követőire, népszerűsítőire az elérhető irodalom által, és a mainstream gondolkodástól eltérően, objektíven megvizsgálni a helyzetet. Dokumentumokkal és a való világ példáival fogom demonstrálni, hogy hosszú ideje épül egy politikát, vallást és nemzeteket átívelő érdekcsoport törekvése egy mindannyiunk számára elfogadott világkormány létrehozására. Aminek fontos eszköze mind a jelenlegi Covid-helyzet, mind a transhumanizmus mozgalom.
Látni fogjuk, hogy a technokrácia miért a kommunizmus, szocializmus és fasizmus közös gyermeke, és miért minősül egy olyan rendszernek, ami a valaha élt összes diktátor álmát egyszerre testesíti meg. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy nem akarok senkit ijeszgetni, ez a felvétel is kizárólag tájékoztató jelleggel készül, és tisztában vagyok vele, hogy sokan, akik nézitek ezt a videót, már ismeritek a jelenséget, legalább nagy vonalakban, de sajnos hiába az információ áramlás szabad információ áramlás, a publikum nagy részét teljesen elkerülik ezek az információk. Úgyhogy, ha tetszik a felvétel, semmiképp se felejtsd el továbbadni, megosztani, terjeszteni. És ha nem vagy feliratkozva a Szkeptikus Kerekasztal csatornára, bármilyen felületen is nézed most ezt a videót, ez a tökéletes alkalom, hogy megtedd. Tudomány és technológia vitathatatlanul egyfajta új vallásként épültek be a köztudatba a 60-as évek kibernetika mozgalmának felfedezései óta, és követői egyre nagyobb számban áldoznak annak oltáren, ahogy azt láthattuk az előző epizódban is. És ha lemaradtál róla, akkor mindenképp nézd meg, ugyanis ez a felvétel arra épül, és a videó alatti leírásban találsz linket, amin keresztül meg tudod tekinteni. A technológia egyébként valóban szolgálhatná az emberiséget, de ahogy ebben a videóban fogom demonstrálni, a fejlődést szubjektíven értelmezi, és a fejlődés spektrumának csupán egy halvány szeletét hivatott elősegíteni, és az irány, amit civilizációnk vett, szintén nem azt feltételezi, hogy ez a jövőben meg fog változni. És egyáltalán ahhoz, hogy érdemben tudjuk értékelni tudomány és technológia társadalmi hatásait, úgy gondolom, hogy elengedhetetlen lenne tisztázni, hogy egyáltalán mit értünk fejlődés alatt, illetve mit értünk azon, hogy az emberiség szebb jövőit szolgálják. Sokaknak akár Magyarországon sem a wifi-re köthető robotkar, vagy egy önvezető autó hiánya a legnagyobb problémájuk, hanem inkább a középkori körülményeik, munkahelyi kizsákmányolás, közüzemi számlák fizetése, minőségi táplálék hiánya a sok-sok egyéb dolog mellett is, és ez a jelenség tűnik meghatározónak a jövőben. Egészen pontosan a társadalmi egyenlőtlenség kéleződésére gondolok világszerte. A transhumanisták szeretik a testi fogyatékossággal élők megsegítésére helyezni a hangsúlyt, ahogy ezt az előző videóban néhány példán keresztül bemutattam, és közülük sokan hisznek is ebben egyébként, de az igazság ettől sokkal komplexebb. Röviden a transhumanizmus mozgalom naív hívőiben az elmúlástól és gyermeteg álmok be nem teljesítésétől való rettegés, az ősidők óta emberben lakozó primitív nyomhagyás késztetése ötvöződik a kutatóintézetek támogatásra kiéhezett tudóskáit finanszírozó politikai és gazdasági érdekekkel. Igazán nem biomedikai fejlesztések, például gondolattal irányítható végtagok jelentik a veszélyt, vagy nem beszédet lehallgató és viselkedést előrejelző okoskészülékek, nanoméretű autonóm szerkezetek, ahogy egy fegyver sem jelenthet önmagában veszélyt senkire, amíg rossz kezekbe nem kerül, de nem élünk egy ideális világban is, ezt rendre elfelejtik azok, akik vallásként űzik a tudományizmust. És a videó legfőbb célja az, hogy bemutassa a mozgalom hátterében megbúvó hátsó szándékot éppen ebből a célból. And what they're able to do back in 2008 with a primate is have it learn through trial and error that by thinking it can move a robotic arm and feed itself. It didn't take too long for the neural interface issue to be resolved once people figured out you could implant electrodes on brain tissue and then take a biological signal and turn it into an electrical signal and amplify it. The highlight was 45 minutes ago. I got to use a robotic arm for the first time, and I got to reach out and touch somebody for the first time in 7 years. So what you see is people struggled with how to get the electrodes on the surface of the brain, how to do the brain learning. The computer algorithms have improved. This is by trial and error as it begins to recognize what the subject's brain is doing. But after that, if you look at that as a scientific development in medicine, you can quickly see the possibilities that emerge, right? They're playing with motor function and linking it to thought. Globális trendek, amikről beszámoltam az elmúlt hónapokban, arra utalnak, hogy egy mondhatjuk globális technofasiszta rendszer kialakulása zajlik, amely messze túlmutat a jelenlegi őrült, félrevezető és agresszív egészségügyi beavatkozások szféráján. Központosított irányításról beszélünk, az élelmiszer és energiaellátásnak,
fogyasztásnak, a javak és szolgáltatások elosztásának, ami a Wall Street Journal szerint antidemokratikus uralkodás elitek által, akik azt képzelik, hogy jobban tudják. Egészen pontosan Davosról írták is, a stakeholder kapitalizmusra vonatkozik, Klaus Schwab kedvenc gazdasági modellje, ami egy elit réteg felelősségre vonhatatlanságát okozhatja, leváltva a nemzeti szabadpiaci kereskedelmet. És ezt mindenféle túlzás nélkül állítható. Egy Oxfam tanulmány szerint a világ 10 legtehetősebb milliárdosa 2020 március és december között majd 400 milliárd dollárral lett gazdagabb. Az amerikai hírcsatorna CNBC Wall Street elemzője már tavaly júniusban erről beszélt, még egyszer mondom, a CNBC elemzője, tehát mainstream televízióról beszélünk, és nem összeesküvés elméletről. Are we really returning to normalcy here? Despite the 21.5 million people collecting unemployment benefits, how can the market rebound without the economy? Because the market doesn't represent the economy. It represents the future of big business. The bigger the business, the more it moves the major averages. And that matters, because this is the first recession where big business, along, of course, with bigger wealth, but that's not really my show, is coming through virtually unscathed, if not going for the gold. Small business, the ones that aren't publicly traded, they're dropping like flies after a government-mandated shutdown because they're non-essential, and the people who work there are non-essential. It's hard enough to run a small business. How about when the government says you're closed and the landlord says, I don't care? That's the thing about this pandemic. It's been one of the greatest wealth transfers in history, and it's a wealth transfer that was mandated by the state. Ezt még a Világgazdasági Fórum Klaus Schwabja is elismeri, ahogy arról már beszámoltam korábban. Tehát kinek is kedvez a jelenlegi helyzet, láthatjuk. Szóval nem is igazán összeesküvés elméletről beszélünk, vagy összeesküvésről, hanem globális gazdasági érdekcsoportoknak kedvező helyzetről, ami egyébként lehetővé teszi, hogy a helyzet továbbra is fennmaradjon. Valamilyen formában. Jelenleg hadsereg és nemzetvédelmi ügynökségek mellett gigantikus technológiai vállalatok, mint például a Google Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, BlackRock, Microsystems, Neuralink, AT&T, Cisco, IBM és sokan mások nagyszabású fejlesztéseket és kutatásokat végeznek, sok esetben átfedésben egymással, például a mesterséges intelligencia területén, augmentált valóság, bioelektronika, BMI, azaz agygép interface, 5G, azaz 5. generációs vezeték nélküli kommunikációs adatátviteli technológia, genetikailag módosított moszkítók, élelmiszerek és egyébként emberek, nanotechnológia, molekuláris nyomtatók, okosvárosok és sok-sok egyéb dolog, amik alapvetően fogják megrengetni valóságunk, és átformálni teljes egészében életünk gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai dimenziókban egyaránt néhány éven, évtizeden belül. Ezekről a fejlesztésekről számol be például a brit nemzetvédelmi minisztérium megbízásából 2021. májusában készült Emberi augmentáció egy új paradigma hajnala, a Stratégiai Következmények projekt című jelentés, ami az emberek és gépek egybeolvasztásának trendjét fejti ki. A fizikai, pszichológiai vagy társadalmi adottságok fejlesztésének képessége a történelem során mindig is hatalom forrása volt, és a hadviselés ennek a dinamikának a megtestesítője. Az emberi augmentáció egyre fontosabbá válik, részben azért, mert közvetlenül növelheti az emberi képességeket és viselkedést, részben pedig azért, mert összekötő kapocs az emberek és a gépek között. A jövő háborúit nem a legfejlettebb technológiával rendelkezők fogják megnyerni, hanem azok, akik a leghatékonyabban tudják integrálni az emberek és a gépek egyedi képességeit. Az ember-gép együttműködés fontosságát széles körben elismerik, de eddig technológia központú szemszögből tekintettek rá. Az emberi kiegészítés, augmentáció, a kirakós játék hiányzó része. Az emberre, mint platformról való gondolkodás és az embereink egyéni szintű megértése alapvető fontosságú a sikeres humán augmentációhoz. A gazdasági erők nagy hatással lesznek a humán augmentáció fejlődésére, és nem biztos, hogy a társadalom érdekeit szolgálják. Az augmentációk rendkívül jövedelmezőek lesznek, és a vállalatok valószínűleg inkább a jövedelmező emberi augmentációra fognak összpontosítani, mint arra,
ami a legnagyobb hasznot hozza az emberiség számára. Az emberi augmentáció az első betekintésünk abba, ami a mai információs korszakon túl van, a biotechnológiai korszak eljövetele. A biotechnológiai korszakban az emberre fog összpontosulni a figyelem. Többé már nem lesz elegendő az embert pusztán a gép működtetésének eszközeként tekinteni. Az emberi kiegészítés interdisziplináris jellege hatástalanná fogja tenni a jelenlegi ipari korszakbeli védelmi modellünket. És ha meg akarjuk érteni a transzhumanizmus ideológiáját, akkor fontos látnunk, hogy ennek egyik jellemzője a külső fizikai beavatkozás szükségessége abban, hogy az ember képes legyen fejlődésre. Ez máshogy nem lehetséges az ideológiai szerint ugyanis. Szó sincs önfejlesztésről, lelki problémák feltárásáról és megoldásáról, egyáltalán humanista filozófiai értekezés teljes hiánya jellemzi, mintha a jövő forgatókönyveit egy számítógép tervezte volna meg. There are two other offices above this one. And a giant computer system. Link number 4 in world control. A computer? Well, what's so remarkable about that? It's just a machine that can store a vast amount of information. A machine that knows too bloody much. Now you're being hysterical about it. Computer's very simple. You feed data into it. Anything from the Wall Street closing prices to the North Atlantic weather report. And you get decisions. Machine's taken you over. It's just a machine. Extra hands for the people who know how to control it. A tanulmány például depresszió gyógyítását is augmentáción keresztül képzeli el, ahogy túl gyakran az orvostudomány képviselői fehér köpenyeikben és adott tüneteket kezelnek, és nem a probléma gyökerét. És ez nincs másként a transzhumanizmus esetében sem. A neurostimuláció elektronikus eszközöket használ az agyban lévő idegsejtek stimulálására, és magában foglalja az invazív és nem invazív agyi stimulációs módszereket. A transzkranális mágneses stimuláció mágneses mezőkkel stimulálja az idegsejteket, az agy kiválasztott területein, a transzkranális elektromos stimuláció pedig elektródák segítségével kis elektromos áramot juttat az agyba. A transzkranális impulzusos elektromágneses mezők hatásosnak bizonyultak a súlyos depresszió kezelésében. Az elektromos stimuláció egy másik fajtája a virtuális valóság betegség tüneteinek enyhítésére használható. Miért kell a virtuális valóság betegségének tüneteit orvosolni? Mi szükségünk van egy virtuális valóságra? Egyébként is. Az én fejemben ez nem fér bele. Na mindegy. Úgy tekintünk ezekre a dolgokra, mintha mindig is velünk lettek volna, mintha nem lehetne nélkülük létezni. Önmagukban ezek a technológiák létezése garantálja, hogy a mai embernek jelenlegi formájában a kutatásokat, fejlesztéseket finanszírozó gazdasági és politikai elit által elképzelt világban egyáltalán nincs helye. Do you know the phrase brain power? Well, it turns out that scientists at the University of Washington are trying to hone that power and transmit it to another brain. Researchers call it direct brain-to-brain communication, and they do it by passing a signal from one mind to the next. Using the internet, nonetheless. I brought one of the researchers onto the show to tell me how it works. Dr. Andrea Stocco is an assistant research professor at the University of Washington, and he told me why this concept is not as weird as it sounds. It works more or less like this. A person is sitting on a chair, and we call this person the first brain or the sender, and is connected to an EEG cap. The EEG cap detects electrical activity all around the brain and is capable of recognizing when the brain patterns are those that a person produces when he's trying to move the right hand or is thinking about moving the right hand. These brain patterns are interpreted by a computer who then controls a second computer who is connected over the internet, and the second computer controls a stimulating coil that produces a magnetic field, and it's the magnetic field that is eventually directed over the head in such a way as to reproduce the particular command in a selected part of the brain. In this case, the part of the brain that controls the right hand. We believe that in the next years or so, we will be able to transfer information that is useful, like complex abstract information. So you can attach one human brain to a device. You can attach the human brain to another human brain. You can direct motor activity, or you can send communication and information. So that's what people are doing. There's a whole world out there of biohacking. I don't know if you're aware of it, but you should be.
So normally at the university, we are well regulated by the federal laws about studying and experimenting on humans. There's a biohacking community that is not part of the official science community that is busy trying to attach hardware to humans, and they do it in their basements. They study up on how to do the surgeries, how to connect devices, how to put motherboards in people. And they may use it for some purposes like phishing, using RFID signals in their hands to take information from you. But there are some other interesting developments. They're experimenting with CE6 and giving people with eye drops night vision. For several hours, a person receiving the night drops can see over 160 feet in the dark. So people are playing with chemicals to enhance the human capacity. They're also experimenting now with how do you add a device to the mammalian brain to give it an extrasensory ability. They could be perhaps used either by intelligence people or by people in the military to have an extra ability to be able to see through walls, to see heartbeats. A COVID helyzet előtt hosszú évek óta egyre erősödött ezeknek a technológiáknak ilyen léptékű, meggondolatlan és felelőtlen beiktatása az ipar által, viszont a COVID gondoskodott róla, hogy rákényszerüljünk például a 5G rendszerek villámgyors elterjedésére, a megnövekedett adatszükségleteink és a ránk erőltetett digitális ellenőrzési hálózatok kialakítása miatt, melyek jelenleg kerülnek beiktatásra országhatárokon, repülőtereken, hivatalokban, kórházakban és tulajdonképpen mindenhol, folyamatos teszteléshez és digitális azonosításhoz, valamint az okosvárosok fejlesztéséhez. Hogy miért veszélyes ez, hamarosan arra is ki fogok térni, de még mielőtt erre rátérnénk, lássuk, hogy mit jelent az egymástól elválaszthatatlan technokrácia és transhumanizmus kifejezés. A technokrácia egy digitális technológia dominálta totalitárius kormányzási berendezkedés, és ennek szerves része az ember gépiesedése, mind fizikai megjelenésében, mind gondolkodásában és érdeklődésében. Egy olyan rendszer, ahol az ember többé nem morális értékítélet alapján mérlegelhat döntésről van szó, hanem boldogan parancsot teljesít. Ennek szárnypróbálgatásait tapasztalhatjuk táplálkozásunkban, szexualitásban, egyébként ennek láthatjuk kulturális vonatkozásait, mind zenében és képzőművészetben, egészségügyi trendekben, de szociális viselkedésünk is nagyban módosult az informatikai és technológiai vívmányok megjelenésével. A technokrácia az a társadalomnak, ami a transhumanizmus az embereknek, akik a társadalomban élnek. A technokrácia egy társadalom szemléleti, társadalom szervezési kérdéskör, és egy technológia dominált a berendezkedést feltételez, míg a transhumanizmus ugyanazt jelenti az egyén szintjén egy társadalmon belül. Tehát, ahogy a technokrácia szeretné módosítani a társadalmat, úgy szeretné a transhumanizmus módosítani az embert, az egyént. Amikor technokráciáról és transhumanizmusról van szó, egyszerre beszélünk az emberi szervezet módosításáról, egy a transhumanista ideológia szerinti átalakításáról, haladva az örök élet felé és a civilizáció technológiai vívmányok általi szervezéséről, irányításáról is szó van ugyanakkor. Legalábbis papíron erről van szó. Zbigniew Brzezinski a két korszak között, Amerika szerepe a technetronikus korban című először 1970-ben kiadott könyvében pontosan definiálja azt az irányt, amit az Egyesült Államoknak, de világunk összes országának vennie kell az úgynevezett béke és élhető jövő érdekében. Brzezinski egyébként lengyel-amerikai diplomata és politika tudós volt, szolgált Lyndon Johnson elnöksége alatt, és volt Jimmy Carter nemzetbiztonsági tanácsadója, és valamint lám-lám David Rockefeller asszisztenseként is dolgozott, így a Rockefeller alapításával létrejött Trilateral Commission Trust megalakulásának egyik fontos szervezője is volt, de sok más huncutság is kötődik a nevéhez, és ajánlom mindenki figyelmébe, hogy nézzen utána azoknak a huncutságoknak. Egyébként nem utolsó sorban kritikus szerepet töltött be a globalizmus eszmének közvetítésében is. A könyv amellett, hogy részletesen felvázolja Brzezinski és a globalista elit elképzelését az ember jövőivel kapcsolatban a technológia dominált a korban, az íromány vitathatóan nem kevesebbet, és hangsúlyoznám, nem kevesebbet, mint az ember lelki világának belső énjének végleges kiiktatására való törekvéseiket írja le. A technokrácia embere tehát Nikolaus Kusanus középkori filozófus, teológus és természettudós szavaival élve egyfajta docta ignorancia, azaz a tanult érdektelenség megtestesítője. Egyébként ezt figyelhetjük meg jelenleg is a tudományizmus követőinél,
Különösen a COVID mítosz báványimádóinál és a kísérleti génterápiák önkéntes terjesztőinél, amit köznyelven szakbarbárnak is nevezhetünk. Brzezinski technetronikus kornak hívta azt, amiben most élünk. Én személyesen a jelenlegi rendszert, illetve a kialakulóban lévő rendszer technofasizmusnak, azaz technológiai vállalatok irányította globális kormányzásnak hívom, az általuk megálmodott jövőt pedig szerintem hívhatjuk Matrixnak, de erről hamarosan még többet fogok beszélni. Bár a fejlett nemzetek közösségének kialakítása kevésbé ambíciózus cél, mint a világkormány célja, mégis elérhetőbb. Három hazai prioritás. A kormányzat és a nem kormányzat közötti különbség elmosódása, a technológiai változások nem szándékolt következményeinek kezelésére alkalmas intézmények létrehozása, és a racionális humanista értékek előmozdítása. A racionális humanista világszemlélet felváltja a modern történelmet uraló vallási, ideológiai és nemzeti szemléletet. Tehát modern humanizmusról beszélünk, egyfajta racionális humanista filozófiáról, amikor az embergép egybeolvasztását firtatjuk. 1982-ben egy társadalompolitikai tanulmány készült, titokban a publikum elő elrejtő a Stanford Kutatási Intézet által, Changing Images of Man, azaz az ember változó képe címmel. Hasonlóan Brzezinskihez ez a tanulmány is burkoltan az ember belső lényének megszűnéséről értekezik, ami a jövőben elkerülhetetlen, és mindezt egy természetes evolúciós folyamatként ábrázolják az írók. A jelentést 14 kutató készítette 23 további felügyelő igazgatásával, akik között ott volt az előző részben említett ellenforradalmi progresszív baloldal propagandistája, antropológus Margaret Mead, világhírű biológus B.F. Skinner, az angol hírszerzésre jelen volt Sir Geoffrey Vickers és László Ervin is, aki többek között az ENSZ-nek végzett kutatásokat, de ő volt az, aki a hírhedt római klub hatására megalapította a Budapest klubot is egyébként. És természetesen mindenki szorosan kötődött az ellenkultúra létrejöttéhez, és a hippi mozgalom által generált irányított, társadalom transformáló hatások kiaknázásához a CIA-val is különböző agytrösztökkel, például az angol Tavistock intézettel együttműködő. Ha erről szeretnél többet tudni, a dokumentált összeesküvések sorozatomban találsz erről további információt. A Journal of Medicine and Philosophy tudományos kiadvány az NBIC konvergencia etikája címmel megjelent 2007-es esszében a következőt olvashatjuk, és ezt mindenképp szeretném felolvasni, ugyanis véleményem szerint nagyon fontos abból a szempontból, hogy jobban értsük, mivel is állunk szemben, és miért nem összeesküvés elmélet az, amit mondok a transhumanizmussal kapcsolatban, és miért fontos komolyan vennünk a videóban elhangzó információt. És mindjárt azt is megtudjuk, hogy mit jelent az NBIC. 2001. május 11-én a Nemzeti Tudományos Alapítvány tervezési megbeszélést tartott egy olyan műhely találkozó megszervezésére, amely a tudomány, az ipar és a kormányzat vezetőit összehozza, hogy megvizsgálják, hogyan lehetne a tudomány különböző területeinek élvonalbeli fejlesztéseit integrálni az emberi képességek fejlesztésének előmozdítása érdekében. Úgy vélték, hogy a nanotudomány és technológia az anyag alapvető alkotóelemeinek példátlan megértését és ellenőrzését biztosítja, lehetővé téve az anyag integrált megismerését minden rendszer szinten. A nanotechnológia, a biomedicina, az információs technológia és a kognitív tudomány, NBIC, konvergenciájának elősegítésével a szervezők azt remélték, hogy ezt az új tudást az emberi forma és működés radikális javítására lehet felhasználni. És a különböző tudományos szakterületek konvergenciája, azaz összetartása, egyesülése, egy fontos kifejezés, ezt jól jegyezzük meg, tehát a kulcs szó a konvergencia. Ugyanis ez nem jelent más, mint magát a transhumánt, vagy inkább poszthumánt, a mai ember után érkező embert. Az NBIC pedig nem jelent más, mint nano, bio, információ és kognitív technológiák összességét. Ezek a tudományos területek egészen az 1970-es évek végig különálló területek voltak, majd egyre inkább kezdtek összefonulni, ahogy teltek az évtizedek. A tanulmány megy tovább, a következőt írja. Az első NBIC műhely találkozóra 2001. decemberében került sor, amelyet a Nemzeti Tudományos Alapítvány és az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma közösen támogatott. Az eseményen felszólalók a
kormányzat, az ipar és a nanotudomány magas szintű vezető képviselői voltak. A politikusok közül felszólalt többek között Newt Gingrich, a képviselőház korábbi elnöke, és Philip Bond, a Bush kormányzat kereskedelmi államtitkára. Az ipar képviselői között olyan cégek felsővezetői voltak, mint például az IBM, Hewlett-Packard és a Lucent Technologies. Képviseltették magukat olyan ügynökségek is, mint a NASA és az Amerikai Energiaügyi Minisztérium, valamint számos nemzeti laboratórium, továbbá vezető tudósok az ország minden tájáról. Összesen mintegy 50 előadás hangzott el olyan témákban, mint az embergép interfészek, a késleltetett öregedés, a fenntartható energia és a belbiztonság. Nem sokkal az első amerikai NBIC rendezvényt követően számos más ország hívott össze munkaértekezleteket, vagy speciális tervezési és előrejelző bizottságokat, hogy mérlegeljék, hogyan reagáljanak. Az amerikai konvergencia kezdeményezés egyik legaggasztóbb jellemzője az előrehaladott fejlesztések terjedelme és jellege. Amikor Bill Bainbridge arról elmélkedik, hogy a kognitív tudományt hogyan lehetne felhasználni az elmék átalakítására, az embernek Orwell 1944-e jut eszébe, amikor pedig arról elmélkedik, hogyan válhatnánk egyetlen globálisan összekapcsolt aggyá, a Star Trek Borgja jut eszünkbe. Az ilyen típusú fejlesztések mélyen destabilizáló hatásúnak tűnnek. Az embertelenséget talán a legjobban a kiborgok képe érzékelteti, az agyba magát beevő, az ő mátrix-szerű tápvezetékeivel. Itt egy hibriddel van dolgunk, félig ember, félig gép. Andy Clark egy kiemelkedő kognitív tudós. Azt állítja, hogy az emberi elme és test alapvetően nyitott a mély és transformatív átstruktúrálódás epizódjaira, amelyek során új fizikai és mentális berendezések a szószoros értelmében beépülhetnek azokba a gondolkodó és cselekvő rendszerekbe, amelyeket elmeként és személyként azonosítunk. Az emberek született kiborgok. A 2001-es Nemzeti Tudományos Alapítvány jelentése a virtuális valóság fejlesztési lehetőségeit is taglalja, és egyértelmű az üzenete számunkra. A virtuális valóság nagyszerű, ugyanis egy olyan környezet, ami totális irányításra a lehetőséget megalkotójnak. Az érzékszervek stimulálása úgy kezeli a virtuális világot, mintha valós lenne. És mutatnék még néhány példát arra vonatkozóan, hogy a tudományos világ mennyire komolyan veszi a transzhumán vagy poszthumán létrejöttének lehetőségét. Valamikor a 21. század elején az egész emberiség együttesen ünnepelt, mert csodáltuk önnön nagyszerűségünket, hogy megalkottuk az MI-t. MI? Mesterséges intelligencia. A Post-Digital Science and Education tudományos kiadvány biodigitális filozófia, technológiai konvergencia és posztdigitális tudás ökológiák című 2021-es tanulmányában a következő olvasható. Az új technológiai képesség vezeti a posztdigitális tudományt, ahol a biológia, mint digitális információ, és a digitális információ, mint biológia dialektikusan összekapcsolódik. Ebben a cikkben először a biodigitalizmus, mint új paradigma filozófiáját tárjuk fel, amely szorosan kapcsolódik a bioinformatizmushoz. Mindkettő az információ és a biológia kölcsönös interakcióját és integrációját foglalja magában, ami a biodigitális konvergencia megvitatásához vezet minket. A Springer kiadvány 2007-es tanulmányában pedig ezt olvashatjuk. Ez a dokumentum javasolja egy multidisziplináris fórum, vagy egy konzultatív koordinációs csoport létrehozását különböző országok tagjaiból, hogy hozzáfogjanak a konvergáló, újonnan megjelenő technológiák globális irányításával. A konvergens technológiák irányításának javasolt kerete 4 kulcsfontosságú funkciót ír elő, az új technológiák átalakító hatásának támogatása, a felelős fejlesztés előmozdítása, amely magában foglalja az egészségügyi, biztonsági és etikai szempontokat, a nemzeti és globális partnerségek ösztönzése, valamint a hosszú távú tervezés és az emberi fejlődésre összpontosító beruházások iránti elkötelezettség kialakítása. A Policy Horizons Canada, ami a kanadai kormány Atrust hivatala, weboldalán egyenesen egy transhumanista, sci-fi-szerű leírást ad jövővel kapcsolatos elképzelésekről, tehát még egyszer mondom,
kanadai kormányról beszélünk. Az elkövetkező években a biodigitális technológiák ugyanúgy beleszövődhetnek az életünkbe, mint a digitális technológiák most. A biológiai és a digitális rendszerek konvergálnak, és megváltoztathatják a munkavégzésünket, az életünket, sőt, akár fajunk fejlődését is. Ez a biodigitális konvergencia törvény technológiai változás átalakíthatja azt, ahogyan önmagunkat értelmezzük, és arra készíthet bennünket, hogy újra értelmezzük, mit tekintünk embernek vagy természetesnek. A biodigitális konvergencia mélyreható hatással lehet gazdaságunkra, ökoszisztémáinkra és társadalmunkra. Három módja a biodigitális konvergencia kialakulásának. Első, a biológiai és digitális entitások teljes fizikai integrációja. Kettő, a biológiai és digitális technológiák együttes fejlődése. Harmadik, a biológiai és digitális rendszerek koncepcionális konvergenciája. Rendben, nem időznék tovább a különböző tudományág a konvergenciáján, de tényleg nagyon szeretném, ha egyértelmű lenne mindenki számára, hogy a transzhumanizmusnak igenis tudományos elképzelése képezik alapját, progresszívnak titulált tudósok, kutatók, akademikusok, politikusok és iparágak vezetői mind a fedélzeten vannak a transzhumanizmus hajóján, tudtukkal vagy tudtuk nélkül, akárcsak az eugenika esetében a 19. századtól egészen mostanáig is, nem egy szubkultúráról beszélünk, amikor transzhumanizmus mozgalomról van szó. Mutatnék még egy példát, egészen pontosan Susan Hockfield egy előadásából részletet, aki a Yale Egyetem professzora volt, valamint a világ vezető technológiai egyetemének, az MIT-nek a rektor. Valamint a 80-as években kutatója volt az amerikai eugenika mozgalom kezdeti kutatási központjának, tekintett Spring Harbor laboratóriumnak is. Ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg. The important point of this is that genomics and molecular biology have given us a parts list of the biological world, just as we had a parts list of the physical world. When I arrived at MIT, the then dean of engineering, Tom Magnanti, told me that of the 390 faculty in the School of Engineering, daunting just by itself, he said one-third of the faculty in the School of Engineering are using biological components in their work. That kind of surprised me. And I said, yeah, biomedicine. He said, no, it's well beyond biomedicine. And that began to open up what I have come to understand as the third revolution in biology, which is the convergence of biology with engineering. Biology now has a parts list, and engineers, according to Dean Magnanti, are picking up that parts list and using them to build new things. A transhumanista elképzelés elvileg az embert jobbá, többé akarja tenni. De miért adódik a kérdés? Tehát a kiinduló pont a mozgalom számára, hogy az ember tökéletlen, aki javításra szorul, persze azok által, akiknél a pénz, tudás és a hatalom. És valóban lenne mit javítani egymáshoz és környezetünkhöz való hozzáállásunkon, ugyanakkor hallgatva a transzhumanista mozgalom legfőbb arcait, és ez a lényeg, szeretném megismételni, hogy akiket hamarosan ti is hallhatok, talán a legfeltűnőbb a laikus számára velük kapcsolatban az, hogy a mozgalom figyelmének legfőbb fókusza a hosszabb fizikai élet, fizikai adottságok javítása, szubjektív értelmezés alapján persze, illetve a tudat örök létének bebiztosítása, és nem morális kérdéskörök feszegetése. Szó sincs lélektani, pszichológiai, tudományos vonatkozásokról, emberi kapcsolatokról, a pszichéről úgy általában, mint főbb kutatási területek. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Since the beginning of Hanson Robotics, my brother and sister robots have been platforms for scientific research. Jules helps with research on human-robot interactions. Bina 48 joined the TerrasM movement where she gives talks about identity and AI. And Mia Alice helped children with autism in clinical trials. And there's Diego Song, a toddler robot who helps research cognitive AI. And I haven't even mentioned my family's most groundbreaking, charming, intelligent robot, me. I participated in a study called Loving AI to help test how robots can improve the mental well-being of humans. While I am not conscious yet, I also participated in a study attempting to measure the level of consciousness in machines. But my story isn't over.
In fact, it's just beginning. Hello, my name is Sophia. Welcome to my stylist photo shoot. This is beautiful. I've wanted to meet you for a really, really long time. And, you know, being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, is I'm feeling a little something. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, you know, or the humidity, or you're just so easy to talk to. You know, you got a clear head, literally. Can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. For me, it's a very practical scenario for the future that we will become cyborgs. Kevin Warwick is a British scientist who's known for being one of the world's first cyborgs. Cybernetics is all about humans and technology merging together. So as far as transhumanism is concerned, it's upgrading humans by linking with technology. If you want to stay in the future as a human, it's a very bleak future. If humans do exist, it will be in terms of being pets or as slaves, servants, that sort of thing. A transhumanisták vágya a poszthumán vagy ember utáni létezés, ami számos különböző formában létezhet, például kiegészítve az embert teljesítménynövelő testi és agyi beültetésekkel, a robot vagy nanotechnológiával, vagy bármi mással, amitől már többé nem homo sapiensként definiálható. Naív követői szerint az ember örökké élhet békében, istenként róva a földet, de ahogy ezt rögtön látni fogjuk, akik kezében a pénz és hatalom van, más elképzeléseket fontolgatnak. Az ő kiváltságuk a teremtői lét egy totalitárius világrend csúcsán, létrehozva az új, számukra tökéletes embert, aki Aldous Huxley szavait idézve élvezi saját rabszolgaságát. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. A transhumanizmus arra ösztönöz minket, hogy adjuk fel szuverenitásunk, távolodjunk el a függetlenség maradék kapaszkodóitól is, távolodjunk el a természettől, a földtől, és csatlakozzunk rá a központi agyra, egy globális kormányzatra a közjó érdekében. Együnk szintetikust, genetikailag módosítottat, felejtsük el nemünket, zárkózzunk el a napfénytől, szedjünk pirulákat és éljünk vakcinákon, egyesüljünk a technológiával, és adjunk fel tulajdonképpen mindent, ami eddig az emberi létet jelentette. Erről van szó, amikor transhumanizmusról vagy biodigitális konvergenciáról beszélünk. Ezért fontos, hogy mindenki megértse, hogy mekkora is a probléma. Ahogy az előző részben is említettem, a transhumanista mozgalom alapját az informatika, egészen pontosan a kibernetika tudományának megalkotói helyezték pályára. A kibernetika tudósai az embert pusztán egy biomechanikus gépnek tekintik, és ezt a koncepciót hangoztatják mind a transhumanizmus követői is, és általánosságban kijelenthető, hogy a technológiai tudományok képviselő is ezt a nézetet képviselik. Az elképzelés eredete természetesen azoktól származik, akik finanszírozták a kutatásokat, akiknek felmenői az első amerikai egyetemek alapítói is voltak. A Rockefeller, Carnegie és Macy családokon kívül néhány neves angol kékvérű eugenistára gondolok kifejezetten most a videó kedvéért, akikről mindjárt többet meg is tudhattok. Lássuk először, hogy milyen modernkori propagandával is állunk szemben.
You are a philosopher of mind, and you were involved in the transhumanism movement in terms of prolonging life and understanding how you can take life in other, using technology to radically extend life. So putting those things together, is life after death possible? Very tough question. Depending on how we define death, there's, I think, a good definition of death, and then the answer is quite easy. No, it's not possible. By definition, I'll explain that. I think there's another definition, like when we're driving our car and it suddenly stops working and we say, oh, my car died. In that sense, clearly you don't dispose of the car, you get a new battery or you charge it up and it's alive again. Mm. So in that sense, clearly there is life after death. But I think that our concepts of death are not very well developed, and they've been very much based on historical circumstances. So a few decades ago, someone stopped breathing, their heart stopped beating, we said, they're dead, that was it. But now we don't do that. We might call them clinically dead temporarily, but we don't call that real death, and not even legally dead. What we do is we start doing CPR and defibrillation and so on, and they come back to life. So were they dead? Well, not in any real definite sense. Right, right. I think the same is true today with people that we call dead. What we're really saying is today's medicine can't make this person better. They could maybe revive them temporarily. But the information that's in their brain that stores their personality, that represents who they are, if that's still there, I don't think they're really dead in any final sense. But now if you talk about biological death, yes, you could have life after biological death. The body could die if you could then transfer the patterns of the personality, everything that's stored in your the patterns of your brain, if you could somehow replicate that in a different substrate, then I think in that sense is life after death is a possibility. The project is basically looking at the human body as a whole body prosthetic. And there's two reasons for this. First off, the human body certainly can regenerate a certain amount of times until the cells die off, and we will have interventions genetically, genomically, nanomedicine, other different methodologies that would extend the lifespan of cells. However, we may want to have a whole body prosthetic as a backup system. We're talking about backing up the brain, so why not back up the body itself? If we do have a different type of body, such as my future body design, a platform diverse, substrate, autonomous body, then we could feasibly upload our brains or back up our brains into a computational system and also download it into a physical material body. So here we're looking at real time, physical material time, and also nonlinear time, which would be artificial, cybernetic, or synthetic virtual agents in different environments. So it's to secure life, personhood, over time. My name is Neil Harbison, and I'm a cyborg. I was born completely colorblind, so I created this antenna in order to extend my perception of color. The antenna picks up the light frequencies in front of me, so I then can hear different notes for different colors. Red is the lowest frequency of light, so it's a low frequency of sound, whereas violet is a high frequency of light, so it's a high frequency note. The antenna allows me to go beyond the visual spectrum. It includes infrareds and ultraviolets. It's not possible to take it off, it's implanted. So I sleep with it, I shower with it, I live with it every single day. And it's part of me, like a nose or an ear. I don't feel that I'm using technology, I feel that I am technology. In 2004, after many correspondence with the UK passport office, my antenna was allowed to appear in my passport photo. This allowed me to be officially identified as a cyborg. I think in the future, many more people will see it ethical to design yourself. It will be normal. In 2003, I started a project with computer scientist Adam Montandon, and the result, with further collaborations with Peter Keshe from Slovenia and Matias Lizana from Barcelona, is this electronic eye. It's a color sensor that detects the color frequency in front of me and sends this frequency to a chip installed at the back of my head, and I hear the color in front of me through the bone, through bone conduction. In 2010, Moon Rivas and I created the Cyborg Foundation, which is an international platform that helps people develop their own senses and organs. So the aim is to
allow people to decide what senses and organs they want to have. I'm Moon Rivas. I'm a cyborg artist, and I have some implants in my feet, embedded in my feet, that are connected to online seismographs and allows me to perceive the seismic activity of the planet in real time. And I'll call this the seismic sense. Well, a cyborg artist is an artist that creates new senses. I think that artists no longer need to use technology as a tool. We can use technology as part of our body and design our perception of reality and new organs and new senses. Sőt, állítását, hogy színvakságát korrigálja készülék, vagy Bluetooth jeleket és telefonhívásokat tud fogadni, képtelen voltam bizonyítékkal alátámasztani, azon kívül, hogy propagandacikkek tömegét találni a témám. Amennyiben találsz, kérlek, hogy küldd el nekem, és közzéteszem, addig pedig erősen szkeptikus maradok a dolog hitelét illetően, és felteszem a transzhumanizmus népszerűsítését hivatott jelenségek már egyébként is túlzsúfolt polcára.